Sziasztok! Hello! Most, hogy Zsuzsi megcsinálta az arcápolást, és kedvünkért lemosta a kis natúr sminkjét, ezért gondoltuk, hogy megmutatjuk, hogy milyen, amikor visszaépíti, és használja az új AZ krémünket. Így van, én a saját árnyalatomat, a Fair, fogom használni. Ez egy nagyon világos AZ krém, mint látjátok, nagyon kevés kell belőle. És akkor ugye, ahogy említettem, a Zsuzsi túl van az arcápoláson, az arctisztításon, és erre viszi fel így az van. AZ krémet. Nagyon egyszerű, ugye már van rajtam egy nappali krém, de ha szeretnéd kiadni a nappali krémedet, akkor nyugodtan megteheted, mert 30-as fényvédő faktorral, illetve hidratáló krémmel rendelkezik az AZ krém. De ha nem akarod a napi rutinodat elhagyni, akkor nem muszáj, hanem nyugodtan a nappali krémedre kend rá az AZ krémet. Mint látjátok, nagyon egyszerű, mint ahogy fölkentem a nappali krémet, ugyanúgy fölkentem az AZ krémet. Úgyhogy ennyi, tehát szinte kész is. Még egy ellenőrzést, ugye a hajtőnél a maradékot, ami a kezünkön van, azt mindig elkenjük, hogy oda, ugye ott már ne legyen színváltozás. Nagyon picit lehúzzuk minden részre, és kész az alapozás. Mint láttátok, szemkörnyékre nem raktam, mert nem lehet az AZ krémet, se semmilyen más alapozót. Ehhez van korrektor, különböző fajta korrektorokat használunk, de így se zavaró a különbség, mert hogy saját bőrszínhez használtam, tehát, hogy megtaláltam a saját árnyalatomat. De megmutatom, hogy ilyenkor egy nagyon keveset raktok a korrektorból az ujjatokra, akár mind a kettőre nem kell. Sok, és szépen elkenitek, hogy ha úgy érzitek, hogy azt a részt nem hagynátok ki. Ezt is érdemes, tehát, hogy befelé, ahogy a szemkörnyékápolót fölkentétek, jó? Ez is kész, tehát egy nagyon egyszerű dolog. Ugye én a spirált nem mostam le az előbb, most jönne egy szempilla spirál, és akkor már a szemem is kész lenne. Illetve én szeretném megmutatni, hogy ugye a szemöldököt, egy szemöldök porral, akár sötét vagy világos árnyalatok keverésével szépen meg lehet igazítani. Nem kell hozzá sok minden, egy ecset, és ugye az előbb egy kicsit azért csak belerondítottam a vízzel és a szivacsal. Szépen kijavítom, hogy szoktam mondani, rajzoltam magamnak szemöldököt, tehát körülbelül ennyi, tiszta természetes, és akkor jön a kis bronzosítógyöngy, szépen egy kis arcpirosítás, és hullanak a gyöngyök. Na, a mosdó felett csináld, mert akkor volt, nincs. De ez ilyen rendhagyó potyogás. Igen, én mindig potyogtatom a gyöngyeimet, és már csak egy rúzs és kész is. Úgyhogy sziasztok, ennyi volt egy alapozás és napi sminkel készítése. Sziasztok!